a természetesen az arcuk nincsen ugye érintés védelmi szempontból szigetelő anyaggal végre. Négy gyermek hagyta el a csoportot, és az ő megkeresésükre kell a mentőcsoportot bevetni. Itt szintén a kutyások jelentenek majd nagy segítséget, ugye a kutyák mellett az emberi erőforrások igénybevétele az, ami nagyon fontos, hogy a csatárláncban keresni kell az adott területet. Ideális esetben ezeket az anyagokat a szállítást végző szabályosan jelöli, és ha ezek a jelölések pontosak, akkor a rendelkezésre álló információ alapján. Jó, és most nem tudok lehetni. Biztosítással lehetőleg szárazon ússzuk meg ezt a feladatot. És a lehalászott huszadékot pedig megfelelő edényzetbe gyűjtve, annak a mentesítése később szintén szakszer segítségével történik. Esetünkben ez ugye a legismertebb a megoldás Kft., ahol ennek a mentesítését el tudják végezni. Olaja. Szintén az elvégzett munka hatékonysága azzal növelhető, hogy a létszámot növelve a lehalászó munkát végző személyek létszámát növelve gyorsabban és nagyobb mennyiségű elkezítés Nem tud senkire megszakolni, nem alkoztam volna. Meg volt tavaly, házra elmondták, hogy három lapát. Ja, és van a basztakányban, ha kicsi lapát. Nem, nagy gyerek. És egyre jobban az édesztem. Hát lendület így rosszabb már, mennek. Nem tudom, hova mennek, de nincs ember. Thank you.
Mennyi? Még egy óra. Mennyi van? Hatékonyabban tudják ezt a munkát végrehajtani, tehát nem a könnyű súlyoknak kérdésben a feladat. A lelátás képződés is időnként váltani szükséges. Tehát egy 50-100 Remények szerint a bal oldalon. Mobilgát telepítése mennyi idő alatt történne meg. És közben, amit a hídról annyira nem lehet látni, a nyomzsákokból hasonlóan a régi várfalak megtámasztásához bordák kialakításával valósítható meg. Ennek a lényege, hogy megfelelő ellensúlyt kell kialakítani, nagy tömeg kell ahhoz, hogy ez a megtámasztás hatékony legyen. Ezt a Dunai árvíznél láthatjuk, hogy sok helyen egy több méteres víztartályok lehelyezésével oldották meg, és valójában ezzel is megtörténhet, ami az árvíz oldalról nyilván korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll. És egy átemelő szivattyú segítségével belejuttatva ebbe a rendszerbe még költséges feladat is lenne. Azok először a jelenlőre a elvét láthatjuk ennek az Körülbelül ez a védekezési magasság az, amit el lehet érni. A másik oldalon ugyanez a nyúlgáttal ennyi idő alatt sikerült körülbelül egy ilyen 15 méter hosszon rengeteg emberrel és nagyon sok homok felhasználásával. Ezt ugye, hogyha eszközben rendelkezésre, akkor nagyon gyorsan meglelésre. Ugye van egy száraz oldali és van egy nedves oldali vagy vízoldali tömlő rész. Nem a felső, de egy kultáskodás. Ez csak attól függ, hogy éppen hogyan helyezzük le. Ezt ugye nem kell sehogy megtámasztani. Mivel ugye a vízsúlya, de nem akar idő kiesést, vagy késedelmet. Hát a baj esetén azonnal meg lehet kezdeni a helyet. Építőközi tapasztalattal rendelkeznek, jellemzően ácsok, vagy állványozók, akik láttak már ilyet, hogy
nem kell nekik az alapokról elindulni és arról elmagyarázni, hogy ezt hogy kell készíteni. Úgyhogy egy ilyen megtámasztás célja. Elkészült. Láthatjuk, hogy mennyivel nagyobb hatékonyabb gátot sikerült jóval rövid az időre elkészíteni, mint hogyha megváltoztam. Jó, elég. Még egyet adjuk. Mivel ennek oszolózatosságában a pénzügyi háttérre az egyik fontos szempont. Ez a megoldás. Ott van. Igen, a forrásában. Na, köszi, ugye? És így. Úgy van. Várjatok, de akkor ha már így csináljuk, akkor esztétika, ugye pánbolsz, mert nem esztétika. Ott a tér. Na esztétika. Hopp! Nem csak a hivatali munkánkban végeznek áldász tevékenységet a település érdekében, hanem hogy kell arra, vagy a gyakorlat arra, külön is a település védelmére áll. Én ezt külön szeretném megköszönni minden egyes mentőcsoport parancsnokának ezt a munkát, és szeretném megköszönni a ti munkátokat is, hiszen hogy ezt önként csináltátok, szabadidőtökből, családtól, időzőjelben, távol, úgyhogy úgy gondolom, hogy ha ez a támogatás családi korát, hozzátartó részéről nincsen meg, akkor a ti önkéntes munkátok tudjon semmi lehet. Szeretném megköszönni a távolévő családok rokonoknak is, hogy a ti munkátokat ezzel erősítik és támogatják. A település gyerekes baj, kár, érdekében ezt a területet magukat állítani. A minősítő bizottság meghozta az értékelését a gyakorlatok kapcsolatban, amit megfelelve értékelek, és a megfelelt értékelés mellett szeretném szólítani a mentőcsoport vezetőit, polgármestert, urakat, asszonyt, hogy minősítő útleveleket a mai esküdtétel és rendszerváltó gyakorlattal kapcsolatban vegyék át. Bordó-Apáti települési mentőcsoport. Szent Péterfa települési mentőcsoport. Vaskeresztes települési mentőcsoport. Én úgy gondolom, hogy ezzel a értékelés és a minősítő útlevél átvétel a mai napnak záró pontjához érkeztünk. De ez a mai napot még nem tudjuk lezárni, hiszen hazamentek és pihentek. Rá pihentek erre a mai gyakorlatra. Én a ti köszönetetekem felül szeretném megköszönni a kiszolgáló állománynak, illetve a kollégáimnak is, akik a délelőtt folyamán segítették a gyakorlat lebonyolítását. Szeretném átadni a szót Erdély Krisztán tudományvezetés úrnak, igazgatóknak, értékel és rövid. Köszönöm szépen! Na, tisztelt üdvözlök még egyszer, gyakorlat végén. Külön a polgármestereket, polgármester asszonyokat, illetve két polgármester urat, illetve az utolsó sorban nem tűcsök volt tagjait. Kicsit keresem a szavakat, mert mióta Vas megyében vagyok,
szinte minden nap találkozom az önök munkájával, az önkéntességgel, az öngondoskodással, ami ezt a megyét, ország szinte minden egyes településén ezt képest megkülönbözteti. Az önkéntességnek az ereje az országos hím. Erre legyenek büszkék, már csak azért is, mert ezt az önkéntes erőt ezt ma is képviselték. Végignéztem a gyakorlatok végrehajtását, és láttam mosolygós arcokat, láttam együtt dolgozó, közösen tevékenykedő csoportokat. Jó volt látni önöket. Így gyakorlat közben. Viszont ha bejön majd esetleg a bajulája, úgy gondolom, hogy egyként fognak odállni, és ha kell, akkor homozsákok hatalnak, ha kell, utat takarítanak, ha kell, havat lapátolnak. Erről ma tanúbizonyságot adtak, hogy megfelelően fogják tudni látni ezt a feladatot. Én még szeretném igazából szaporítani a szót, és egy csupa megbetűs köszönöm, hogy szeretnék mondani önöknek. Engem meggyőztek ma, amihez gratulálok. És még egy két köszönettel szeretnék tartozni, egyik Hornalapáti polgármester asszonyának. Úgy gondolom, hogy külön köszönet maga a helyért. Külön köszönet az esmének a szövegéért. Bátor döntés volt, gratulálok hozzá. Férfias volt. És szeretném megköszönni a szerkező állományok kollégáimnak, mert úgy gondolom, hogy elég sok munkával került nekik ezt, hogy ezt a színvonalú gratulatot meg tudják kezelni. Köszönöm szépen! Thank you.